Ki mind veti ágyát, úgy alussza álmát. 1,5 millió nézőt ért el a Face-en a legutóbbi megosztásom. Ez egy 9 évvel ezelőtti felvételem volt, Egeri Györggyel. Én 20 éve filmezek, járom a világot, bemutattam már sok praktikus példát több kontinensről. Ezek voltak a kulturális kreatívokról szóló filmek. Például, ahogy már szépen működnek a biodinamikus gazdaságok, etikus bankok, helyi pénzek, szabad iskolák, stb. Plusz annó Budán létrehoztam egy netrádiót is. A kulturális kreatív filmjeim azóta is pörögnek a neten, a nemrég indult, az egy őrült naplója oldalamat, szösszeneteimet is sokan olvasgatják, néha 100 000-ek. De mi változott a 20 éves filmes vesszőfutásom alatt? Vajon mi? A kérdés költői. De most tegyünk rendben néhány dolgot. Nem csak ezt az egy anyagot készítettem akkor Egeri úrral anno. Egy másikat is, amit hamarosan közzéteszek nektek. Most a Face-en ez a közel 2 milliós elérésű videóm, hát ennek kapcsán sokan ismét elkezdték osztani az észt, Egeri úr szakmai titulusa kapcsán, sokszor sajnos minősíthetetlen stílusban is. Ez van, de viszont akkor most következzen a hiteles info a tiszta forrásból. Egeri György vagyok, kutatómérnök, és hosszú ideig a Magyar Tudományos Akadémia Atomenergia Kutatóintézetében dolgoztam. Mint kutató, ott doktoráltam, és dolgoztam Olaszországba és Egyesült Államokba is hosszú ideig Brookhavenben. És aztán jöttek szokásos módon a progresszív értelmiségi hiénák is, akik megszagolták a konfliktus lehetőségét ebben az interjúmban, és egyre többen kérdezgetik, hogy hogyan is csináltak engem ki akkor emiatt a felvételem miatt? Gyerekek, ez lenne most a legfontosabb. Tényleg csak erre vagytok képesek? Rengeteg e-mailt is kapok, sokan kérdezitek Egeri úr e-mail címét is, viszont szomorúan látom, hogy az emberek 2 egérkattintáshoz sem veszik a fáradtságot, hiszen a Google-ja jó barátja mindenkinek, és Egeri úr e-mail címei nyilvánosak. Csak egy kicsit meg kéne emelni a seggeteket, ahogy azt anno Makovec úr is mondta egyszer egy élőadásban, nem? Hogy is van a híres gondolatsor? Gazdagság munka nélkül, élvezet lelkismeret nélkül, tudás jellem nélkül, üzlet erkölcs nélkül, tudomány emberség nélkül, vallás áldozatkészség nélkül, politika elvek nélkül. Ez Gandhi szerint az emberiséget fenyegető 7 halálos veszély. Írnak és hívnak engem emberek telefonon is, hogy lassan már éheznek, az idegösszeomlás határán vannak ebben az új világhelyzetben, nincs munkájuk, nincs pénz, stb. De még most sem lép ki szinte senki sem a komfortzónájukból. Mondom én is, még néhány barátom körülöttem. Hanem csak sírnak az emberek, mondja része. Én nagyjából jól vagyok, mert amit tettem, kiküzdöttem, az viszont nap mint nap hozzám. Én nem a mások által kitalált bölcsességek és egyéb szellemi nyalánkságok élvezetében tobzódok nap mint nap, hanem a saját, sokszor a buta hibáimmal, bukásaimmal teli utamon megyek tovább, próbálok alkotni, inspirálni, de az emberek helyett nem tudom megtenni azt a bizonyos legnehezebb lépést, az elsőt. Az önbecsapókkal sem tudok mit kezdeni, mert hiába hozom filmjeimmel nekik, nektek a jó példákat, vagy az, hogy például nekem bizony nincs semmim, és mégis megvan mindenem. Igen, nekem mindenem megvan, és ez azért van így, mert továbbra is járom a nehéz utat. Kaptam, kapom a pofonokat, kiütnek, de eddig még mindig fel tudtam állni valahogy,
a ringben. Ahogy már többször mondtam, a művészek a kulcs, a művészet maradt már csak nekünk ahhoz, hogy ebből az igencsak profin, ördög ilyen elaltatott világból a szellem felé teregethessük egymást. Az a néhány ember pedig, aki megértette a 20 év filmes munkáimnak a gyümölcsét, azok a tettek emberei, a tapasztalataim szerint, és ők, mi vagyunk a kovász, szerintem. Ővelük mindig szót tudtam érteni, kamarazenélni. Kevesen vannak még. Ők tudják, hogy mi a pénz háromféle minősége, például tudják, hogy ami bent, az kint, Hermes Trismegistus után szabadon. Tudják, hogy a szellemi világ küszöbét nem lehet elkerülni önbecsapásokkal, drogokkal, alkohollal, stb. Stb. És akik ma most pánikolnak, hogy mi lesz holnap velük, azoknak azt javaslom, hogy ne féljenek, és lépjenek ki a komfortzónájukból. Keressenek, és szólítsák meg az embereket maguk körül. Most lehet építeni közösséget. Most lehet bizonyítani, amikről évtizedek óta olyan sokan papolnak. Tessék, szabad a pálya. Most kell embernek lenni a gáton. De ehhez viszont tapintat kellene. Tolerancia. Esetleg több csend. És ami nagyon, de nagyon kéne már, és szinte soha nem esik róla szó, az a szeretet. Mert ezt felejtik el legtöbbször a spirituális, progresszív, vagy ez akár jó baloldali körökben is. Ha tudnánk szeretni, akkor nem tartanánk itt, ez biztos, legalábbis szerintem. Emberségesebb módon lehetne egymással viselkedni, és egyébként meg valahol minden rendben van szerintem. A jövő héten valamit mutatni fogok nektek, valamit, ami lehet, hogy néhányatokat érdekelni fog. De addig is, vigyázzatok egymásra, vigyázzatok magatokra, most pedig jöjjön egy másik felvételem, Egeli Györggyel. Sziasztok! Egeli György vagyok, kutatómérnök, és hosszú ideig a Magyar Tudományos Akadémia Atomenergia Kutatóintézetében dolgoztam. Mint kutató ott doktoráltam, és dolgoztam Olaszországba és Egyesült Államokba is hosszú ideig Brookhavenben. Amit szabadalmaztattam, az a vitalitás vagy életenergia mérő készülék. Ennek az volt az oka, hogy megmutassam, hogy tényleg létezik az az energia, amiről minden vallás ír, ami hát kézrátevéses gyógyítás. Az Új Szövetség minden második lapján találkozunk azzal, hogy Jézus vagy a tanítványok embereket gyógyítanak, úgymond a hit ereje által. De az kimutatható, hogy ugyanez a dolog működik a kínai akupunktúránál, vagy a jógiknál, prána néven ismerik. Tehát minden kultúrkör ismeri ezt a dolgot. Csak nekem, mint kutatónak volt érdekes kihívás, hogy na, találunk-e valami egyszerű, olcsó műszaki eljárást, aminek segítségével ez az életenergia kimutatható. És ez nekem azért érdekes, mert ha ez mérhető, akkor biztos, hogy létezik. Ha pedig létezik, akkor a kutatóknak tudnia kellene róla, márpedig azért, mert ez az életenergia nagyban befolyásolja az egészségünket, és az emberi egészség az viszont már egy érték. Tehát úgy gondoltam, ha van egy ilyen egyszerű készülék, akkor mindenki maga megmérheti saját magának az életenergia szintjét, és akkor saját magának kitalálhatja, hogy na most neki mennyi futás a jó, milyen típusú ételek használnak vagy nem használnak. Nagyon érdekes például a cigarettának a hatását azonnal ki lehetett mutatni, azonnal esik az életenergia szint a cigarettára, de egy jó húsleves, tehát egy jó nehéz zsíros étkezés után is nagyon meredeken esik. Viszont a szép zene
az nagyon fölviszi a hatást, a polarizált fény nagyon megemeli a hatást, a teja és a kávé, és a kávé nagyon gyorsan, a teja pedig nagyon hosszú ideig megemeli ezt az életenergia szintet. Tehát amit a kínaiak, indiaiak évezredek óta isznak a teját, az a legolcsóbb és leghasznosabb életenergia szint növelő szer, hogy úgy mondjam, de a csöndes meditáció is sokat tud segíteni. A Killian fotográfia egy nagy feszültségű, váltóáramú kisülés, plazma kisülés. És pusztán csak annyi a trükk, hogy ez az életenergia, ez lényegében egy elektromágneses mező, és ez az elektromágneses mező, de nem elektromos és nem mágneses, hanem ebbe a családba tartozó úgynevezett spinmező, na ez is befolyásolja a gázkisülést. Tehát magyarán nagyon gyenge energiával modulálni lehet, és a Killian fotográfia az csak láthatóvá teszi. De az a baj a Killian fotográfiával, hogy nagyon-nagyon érzékeny például a bőrnek a nedvesség tartalmára, vagy az, hogy éppen abban a percben a laborhelységben milyen a páratartalom, tehát nem egy nagyon megbízható módszer. Az én vitalitásmérőmnél mindegy, de ott is nagyon jól ki lehet mérni például az időjárás frontoknak a hatását. Jön egy eső, nekem 30-40%-kal leesik. Jön a holtölte, 30-40%-kal lejjebb megy. De találtam olyan embereket, akiknél ez fordítva megy, akiknek fölfelé megy például holtölte idején az életenergia szintjük. Tehát nincs két teljesen azonos ember, éppen ezért érdekes egy ilyen mérőműszer, hogy mindenkinél jól ki tudjuk mérni, vajon mennyi az életenergia szintünk. Eredetileg én az összes kísérleti, laboratóriumi felvételt egy üvegdoboz alatt végeztem, és a szkeptikusoknak mindig azt ajánlom, hogy vegyenek föl egy nagyon vastag kesztyűt, és kesztyűn keresztül is működik ez a hatás, tehát akkor már hő biztosan nem éri. Én ugye hőerőgépészként végeztem, áramlás technikával foglalkoztam, abból van a PhD-m, és én pontosan tudom, és kutatási jelentésbe is leírtam, kiszámoltam, kimértem, hogy mi a kéz hőjének a hatása. Ez a jelenség nem az. Már azért sem, mert ha például hideg vízben mártjuk a kezünket, és lehűtjük a kezünket, akkor sem csökken jelentősen a vitalitás szintünk, és sokszor előfordult, én is kipróbáltam, hogy amikor magas lázam volt, tehát igen, magas volt a kéz hőmérséklete, egyáltalán nem ment, pedig lázam volt. Ez egy 200 éves találmány, egy skót lelkész, Joseph Stirling találta föl. Ez egy külső égésű motor, a gőzgép utáni találmány, és nagyon hát tragikus, hogy ez nem terjedt el. A gőzgép elterjedt, majd utána a belső égésű motor elterjedt, ez a Stirling gép egy sikeres, jó működő, igen hasznos dolog, mégsem terjedt el. Ez csak illusztráció arra, hogy igen hasznos dolgok vannak a világban, amelyek nem terjednek el. És különösen az energetikában láthatunk nagyon sok, vagy pontosabban nem láthatunk igen jó találmányokat, amelyeknek itt lenne a helye. Most gondoljuk el, hogy hol lehetne például legjobban használni egy ilyen készüléket. Hát a belső égésű motorok, abból még 700-800 Celsius fokon jön ki kipufogó gáz. Na most, amikor kijön, ebben még nagyon-nagyon sok energia van. Hogyha azt a kipufogó gázt, azt a forró gázt bevezetnénk egy ilyen motorba, akkor majdnem ugyanannyi energiát lehetne még hasznosítani, ami a motor, a belső égésű motorban. Tehát ez is egy hibrid jármű,
és ennek segítségével azt gondolom, hogy egy átlag európai kocsi az 3-4 liter benzint fogyasztana 100 kilométerre, tehát körülbelül 30-35%-kal csökkenne a benzinfogyasztás és a széndioxid kibocsátás is. És még hasonló fontos találmányok sora vár elterjedésre. Látjuk a készüléket, hogy semmi különös dolog nem hajtja, csak egy kis tányérba én forró vizet tettem, és föl tudom venni, egy kicsit süt, és tudom mozgatni, és amíg le nem hűl ez az alumíniumlap, addig ez fog forogni, és amikor mondjuk leállna, akkor visszateszem, és újra addig, amíg meleg az a víz, ez addig hajtani tudja. Például házak tetejére lehetne ilyen csőrendszert tenni, az fölmelegíthetne olajat, és ez a forró olaj megint csak mozgathatna ilyen gépeket, elektromos energiát. Hát nagyon-nagyon nagy mennyiségben egy háztartás igényének megfelelően elő tudna állítani. De mondom, a gépkocsiknál is lenne ennek a régi találmánynak haszna. Nagyon gyakori a találmányok történetében. Szinte minden jelentős találmányt a Föld több pontján nagyjából egy-két hónapos időtartamon belül találnak ki, de lehet, hogy az idea az azonos időben hát fogan meg. Részben az játszhat, ez egy érthető dolog, az játszhat közbe, hogy terjednek ötletek, és arról természetesen mindenkinek eszébe juthat valami. A másik dolog, én azt gondolom, hogy mégiscsak létezik valami nagy közös tudatalatti bank, amiben mi betehetünk, meg kivehetünk gondolatokat, és aki kellően nyitott, az kommunikálhat ezzel az információs bankkal. Most ki különböző szavakat használhat erre, mondhatjuk azt, hogy Istentől kapjuk, mondhatjuk, hogy a közös őstudattól, ebbe kár belemenni. A krízis a válság és lehetőség is. Válság, azt látjuk, és tulajdonképpen most a jól lakott világ került válságba, érdekes módon, nem a szegény világ, ők mindig abban vannak, de egyben egy lehetőséget is látok ebben, tehát fordulat lehetőségét, még hozzá vagy látványosan összeomlunk, vagy pedig teret engedünk új gondolatoknak, új technikai lehetőségeknek, és akkor megújulva, mint a főnix, úgy kerülünk ki ebből a válságból. Nem most került az emberiség először ilyen válságba, mindig vannak ilyen válságok, és sokszor teljesen elbuknak civilizációk, például a kínai civilizáció rendkívül a gazdag volt szinte az emberiség története során végig, és amikor kezdték betiltani a technikai találmányokat az 1700-as években az írástudók, akkor indult meg a lejtőn Kína, de ugyanezt láttuk a világ egykori legnagyobb városában, a Khmer Birodalom fővárosában, Angkorban is. Én kétszer is bicikliztem, és elvittem oda a lányaimat, hogy lássanak egy egykor hihetetlenül virágzó gazdag birodalmat. Most már a dzsungel nőtte be ezeket a néhai gyönyörű templomokat. Tehát nagyon vigyázni kell, a civilizáció eredményei nem maradandóak. Ahhoz, hogy fönntartható legyen, mindig adni kell valami újat és jobbat. Egy magyar származású kutató, ha jól emlékszem, Sarlós,
az Intelnek az egyik igazgatója mondta, hogy csak a paranoidok élnek túl, és csak vagy állandóan javítunk, vagy lefelé zuhanunk, mert amikor már a csúcspontra érünk, már késő, onnan már csak lefelé lehet menni természetesen. Viszont rengeteg lehetőséget kínál nekünk részben a fizika, de úgy mondom a természet. Ha szétnézünk az élő világba, vagy az élettelen természetbe is, meglepően sok nagyon hasznos ötletet találunk ott. Hát az élő világnak a fejlődési hasonlata a gazdasági életre, a nagy cégekre is jellemző. Ugye új cégek piacra lépnek, virágoznak, majd összeomlanak, hiszen azok az óriás cégek, amelyek az 1900-as évek elején az Egyesült Államok piacát uralták, a 100 legnagyobbból, talán csak egy vagy kettő maradt meg a piacon. Az óriási vasúti, hajózási cégek teljesen eltűntek, óriási acélgyártók, hídépítő, építő vállalatok teljesen eltűntek, és olyan iparok lettek ma nagyok, amiről nem is gondolták, hogy lehetséges. A fajoknál is az van, újabb és újabb fajok jelennek meg, és pusztulnak el természetesen. Ugye egy vicc a közgazdászoknál, hogy lehet egy jó kis vállalatot alakítani, hát kell csinálni egy nagyon nagy céget, és az majd összeomlik kicsivé, szóval ez a víciárja természetesen. Tehát az óriás cégek sem állandóak. Én azt gondolom, hogy ma korunk dinoszauruszai az olajcégek, és ők éppen a kihalás előtti állapotban vannak. Néhányan esetleg át tudnak alakulni, mint a hüllőkből lettek a madarak, páran, ha idejében odafigyelnek a megújuló energiára, át tudnának állni, nekik megvan a szükséges tőkéjük, csak a vezetők gondolkodása nem elégséges. Én azt láttam, hogy végsőkig ragaszkodnak mindenképpen, ezért én azt tartom valószínűnek, hogy 20 éven belül ezek a cégek picivé fognak már zsugorodni. Én a kezdettől fogva a nukleáris energiaiparba dolgoztam, így kerültem ki az Egyesült Államokba és Brookhavenbe, de Csernobil megváltoztatta a gondolkodásomat, akkor már én itthon voltam, amikor a csernobili baleset bekövetkezett, és engem rendszeresen mértek a kollégáim, és azt gondolkoztatott el, hogy bennem nagyon megnőtt a radioaktivitásnak a szintje. Ugye havonta bezártak egy nagy kamrába, és egy óráig mértek. Pedig én csak akkor salátát ettem kint. És nagyon megnőtt a bőrrákos esetek száma is Magyarországon akkor, és akkor kezdtem el azon gondolkozni, hogy lenne valami biztonságosabb és olcsóbb energiaforrás. Na most az egyik probléma az atomerőművekkel, hogy nem lehet pici atomerőművet készíteni, tehát az autómba nem tudok beletenni, a lakásomat nem tudom egy pici atomerőművel fűteni, de vajon milyen más lehetőség lenne? És ekkor kezdtem el a természetben körülnézni, és ekkor bukkantam rá néhány elfeledett találmányra, de őszintén szólva kétkedéssel fogadtam ezeket a dolgokat, és évtizedekig tartott, amíg megismertem, hogy részben a fizikai tudásunk hiánya, részben a kutatói társadalomnak a rendkívüli, nem is azt mondom, hogy konzervatív, de inkább reakciós viselkedése, részben pedig üzleti politikai ellenérdekeltségek azok, amelyek megakadályozták ezeknek az elterjedését is. És mondom, nem is kell az,
hogy valami ismeretlen fizika legyen, mert itt van ez a Stirling gép, ez tökéletesen ismert, mégsem terjedt el. Pedig, ha ez például elterjed, akkor most az olajára hordonként talán 15 dollár, mert a felét se fogyasztottuk volna el, hiszen minden gépünk sokkal kevesebb olajat fogyasztana. Tehát a nagy kihagyott lehetőségek egyike például az, amit mindenki ismer, a tornádó. Ugye a tornádónál, és most már tévén keresztül mindenki látott ilyet, azt látjuk, hogy amint megjelenik ez a jelenség, azt se tudjuk egyébként hivatalosan, hogy hogyan keletkezik, mert amit tudunk a fizikában, az szerint ennek keletkezni se lenne szabad. De ha már keletkezik, akkor amikor lefilmezik, és azokat a forgási sebességeket, meg nyomásértékeket betápláljuk egy ilyen számítógépbe, és szimuláljuk, a jelen tudásunk szerint a tornádónak néhány másodpercen belül meg kellene állnia. Tehát mindig azt kapjuk a matematikai számolásokból, hogy a tornádó megáll. A valóságban viszont azt tudjuk, hogy megy tovább. Néha 10 percig, 20 percig, vagy van olyan eset, amikor órákig is megy, és rombol. És az az érdekes, hogy amikor például egy tornádó belemegy egy nagy épületbe, mit tudom én, áruházba, darabokra szedi pillanatok alatt, és nem rodjan meg, nem áll le. Hát honnan jön oda az az energia? Mitől lesz ez önfenntartó? Szerencsénk van, hogy a dolog ilyen ritka, de hát az az érdekes, hogy ezek a forgó szupercellák nagyon gyakran előfordulnak, és mégis mindig, körülbelül minden ezredik cellából alakul ki egy ilyen önfenntartó tornádó, és a kutatók nem tudják megmondani, hogy na ebből a 999 szupercellából miért nem lesz tornádó, és abból az egyből miért lesz. Tehát mi az, ami a 999-et megkülönbözteti attól az egytől, pedig teljesen ugyanolyannak látszó feltételek vannak. Tehát itt valami nagyon súlyos hiányosság van a tudományban. Nekünk sikerült megérteni és megoldani ezt a problémát, és itt mesterségesen, ha nem is széllel, de elektronokkal elő tudtuk állítani a tornádót. Nagyon-nagyon szűk paraméter tartományban jön elő ez a jelenség. Viszont ilyenkor ingyen energia termelődik, és ezt arra lehetne a gyakorlatban használni, hogyha egy ilyen tornádót bezárunk egy vákumedénybe, mint ami itt van, akkor az nekünk állandóan elektromos energiát adna. Most, ha van három ilyen doboz az autónkba, az éjjel-nappal tölti, és amikor szükséges, akkor megyünk vele. De hát természetesen lehetne a háztartási célokra is használni, vagy hajók meghajtására, stb. Stb. Ugyanezt a tornádó jelenséget látjuk például a spirálgalaxisoknál is. Ott is észrevették a kutatók, hogy a spirálgalaxisoknál valami nem rendesen működik, mert amikor kiszámolják ezeknek a működését, mindig mást kapnak, mint amit a csillagászok valóban megfigyelnek. Ezért vezették be a sötét energia fogalmát, meg a sötét anyag fogalmát, tehát látszik, hogy valami hibázik. Ugyanakkor a gömb halmazoknál nincs ez a probléma. Mindig csak a spirál mozgásnál, és nagyon figyeljünk oda. És érdekes, hogy a régi etruszk feliratokon is az energiát, a természet körforgását mindig spirállal jelölték, és a kínai yin-yang szimbólumban is ez van benne tulajdonképpen. Hasonló természeti érdekességet mutat például a
pisztráng, és gyors hegyi patakokban látjuk, hogy ott áll a pisztráng, és nem csapkod a farkával, mégsem sodorja el a víz, de csak a pisztráng, a többi halnak nincs ilyen találmánya. És a pisztrángnak az az érdekes találmánya, hogy beszívja a vizet, és a kopoltyúin át kilövi, de ilyen spirál alakba áramlik a testén végig, és éppen ezért nem viszi, nem sodorja el az áradás a pisztrángot. Ezt egy osztrák erdész vette észre, Viktor Schauberger az 1920-as években, és ennek segítségével ő lebegő járműveket tervezett például, és kisvitelezte. Én úgy tudom, hogy az elektrontornádóval mások nem foglalkoztak, az a szabályozott fúzió, amire iszonyatos pénzeket költenek, és a szabályozott fúzió az én másik kedvenc területem, azt nem ebben a labor helységben kutatják. Tulajdonképpen ma az igazán megújuló energia az, ami a napból jön, de mi csak azt másodkézből kapjuk meg, például a szélkerekek, vagy a napenergia, vagy a vízi erőművek energiája, az mind fúziós energia, ami a napból jön. De most hát az a kérdés, hogy miért kell nekünk így másod-harmadkézből erre várni, miért kell arra várni, hogy fölkeljen a nap, vagy fújjon a szél, hát valósítsuk meg mi magunk a szabályozott fúziót. Ugye mondanom sem kell, hogy magyarok sokat dolgoztak azon, hogy az atomenergia mind a maghasadás, mind a fúzió, ennek Tellerede volt az egyik ugye atyamestere, hogy gyakorlatilag a kezünkbe kerüljen. Sajnos a fúziónál csak a bomba sikerült, a szabályozott fúzió, a szabályozott bomba az nem. Viszont 1968-ban Kaliforniában egy magyar származású kutató, Pap József be is mutatta a szabályozott fúziót, segítségével működő belső égésű motort, és azon a tragikus bemutatón egy Richard Feynman nevű, már akkor Nobel-díjas Caltech professzor azt hitte, hogy ez az egész csalás, odament, elkezdte a drótokat össze-vissza dugdosni, mert azt gondolta, hogy ez lehetetlen, hogy valakinek sikerül ezt a feladatot megoldani, tehát elkezdte a drótokat dugdosni, fölrobbantotta a kísérleti motort, az megölt egy embert, súlyosan megsebesített két embert, és azóta is a hivatalos tudomány úgy gondolja, hogy ezt a dolgot egyszerűen nem lehet megoldani, csak nagyon-nagyon bonyolultan. Nos, a Pap József féle találmány, ami interneten látható régi videófelvételeken, rendkívül szellemes, sokkal okosabb, sokkal ötletesebb, mint amit hát a kutatók vagy a lézeres, vagy a tokamakos plazmás megoldással próbálnak erőltetni. Ez az a tipikus eset, amikor fineces észjárással ilyen a ravasz mérnöki trükkök segítségével kicsiben és olcsón meg lehet oldani valamit, amikor a kevés gondolkozás és sok pénz nem segít minket. Most Pap sajnos a sírba vitte a titkát, pedig három a szabadalom is maradt utána, de nem írta le részletesen, hogy hogyan működik ez a találmány. Nekünk viszont egy barátommal együtt sikerült az alapvető folyamatot újra megismételni, sőt még egyszerűbben és még szellemesebb módon, mint ahogy az a papnak sikerült. A mi berendezésünk picike, hónunk alá csapható 20 kilós berendezés, de hát annyira nincsen pénzünk, hogy csak magát az alapeffektust sikerült megtalálni, viszont kifejleszteni ahhoz, hogy sorozatgyártásra alkalmas termék legyen, nincsen. Talpalok állandóan pénzért, de eddig nem koronázta siker
az erőfeszítéseket. Én persze könyveket írtam erről a témáról magyar nyelven, de hát arra már nem volt pénzem, hogy lefordítassam és angolul is kiadjam, ez az egyik dolog. Másrészt pedig egyszerűen kitiltottak a médiából. De hadd mondjam el az esetemet, kaptam egy magyar hát magánembertől néhány millió forintot, hogy az úgynevezett hidegfúziót megkutassuk. Én azt tettem, hogy elmentem egy ilyen konferenciába Japánba, és végighallgattam mindenkinek az előadását. És négy brilliáns ötletet találtam. Mindegyik jó volt önmagában, de ez a négy feltaláló a másik hármat úgy gondolta, hogy az butaság, saját magát tartotta mindenki az okosnak. Én mind a négyet egybeépítettem, tehát mindenkitől loptam egy-egy ötletet, és így valóban egy liter csapvízben, tehát kitisztított vízben sikerült a fúziót előállítanunk. Tehát tényleg nagyon olcsó. Két nap múlva az autóbuszon a Moszkva téren déli 12-kor két ilyen tagba szakadt ember rám támadt, és csak hajszál hiány nem öltek meg. Aznap éppen hideg volt, és sál volt a nyakamon, ezért nem tudták beroppantani a torkomat. 30 ember volt ott a buszon, főleg hát persze idős nénik, akik csak sikoltoztak. De mondom, miután sikerült ez a kísérlet, két nap múlva két ember már megpróbált megölni. Annak idején hatan kezdtünk ezzel a témával foglalkozni itt Magyarországon, már csak egyedül élek ezekből, pedig nagyjából velem egyidős emberek voltak, tehát ez egy veszélyes téma. Erre nagyon odafigyelnek azért, ha nem is publikus, de én azt gondolom, hogy van egy ilyen belső hírszerzése a jelenlegi energiaiparnak, mert amikor például Eugene Malove közzétette azt a történetet, ahogy a papféle szabályozott fúzió fölemelkedett, majd lesüllyedt, három hónap múlva őt ismeretlenek agyonverték a saját lakásába, és a tetteseket bizony azóta se 6 éve nem találják. Tehát ismeretlenek. Tehát ha el tudjuk képzelni, hogy mondjuk $1 millió valakit megölnek, akkor miért nem tudjuk azt elképzelni, hogy $12 trillió megölnek valakit, mert a mai energiaipar az évi $12 trillió hasznot hoz körülbelül. Ez egy ilyen becsült összeg. Tehát nehogy azt gondoljuk, hogy a kormányoknak van energiaipara, hanem a valóságban fordítva mennek a dolgok, az energiaiparnak vannak kormányai. Olyan ez, mint amikor van egy kesztyünk, és azt gondoljuk, hogy különböző ujjak mozognak itt, nem, valójában egy kéz mozgatja az ujjakat, tehát amit mi látunk, így a háttérben az egyetlen kéz, ami mozgat különböző szálakat. Kevesen gondolkoznak azon, hogy a mostani ingatlan krízis miért következett be. Tehát amíg az ingatlanok ára ment fölfelé, addig az olaj ára körülbelül $20-25 volt hordonként. Maradt az emberek zsebébe pénz és likviditás, és éppen ezért beruháztak részben az iparban, de részben az ingatlanokba is. Egyre nagyobb és nagyobb házakba költöztek az emberek, könnyen tudtak új autót venni, könnyen tudtak fűteni lakásokat. Abban a pillanatban, amikor spekuláció miatt megugrott az olajára, tehát ezt műszakilag semmi nem indokolta akkor még, abban a pillanatban kiszívták az emberek zsebéből a pénzt, onnantól kezdve eltűnt az a vásárlóerő, amelyik mindig nagyobb és nagyobb
lakásokat, meg fogyasztási cikkeket tudott vásárolni, és ebbe a pillanatban kezdődött a gazdasági válság. Az igaz, hogy a bankárok sokat tettek azért, hogy az emberek ne a valós dolgokkal foglalkozzanak, tehát ők a kötelet tényleg a gazdaság nyakába rakták, de kevésbé tudott, hogy az energiaipar rúgta ki a széket alólunk, és így, és ezért fulladozunk. Ha az energia ára megint olcsó lenne, akkor újra lenne pénz a zsebünkben, meg tudnánk venni nagyobb lakásokat, és azonnal fölmenne az ingatlanoknak az ára. Tehát a valóságban, a háttérben mindig az energia ára az, ami mozgatja az egész gazdaságot. Csak itt olyan csapda helyzetbe kerültünk, hogy nekünk az se jó, ha olcsó az energia, meg az se, ha drága. Ha olcsó az energia, akkor az a probléma a mostani energiaellátással, hogy ez szennyez. És ezt már most látjuk, ez a széndioxid szint emelkedésnek az a következménye, ez a Bénard-Rayleigh instabilitás, hogy az időjárás elkezd bolondul viselkedni. Tehát rendkívül gyorsan nagyokat változik, mind a csapadékban, mind a hőmérsékletben. És most már ez egyre rosszabb és rosszabb lesz. Tehát ezért nem szabad a mostani technológiával olcsón adni az üzemanyagot, ezáltal ugyanis takarékosságra lehetne szorítani az embereket. De lenne, és ez az általam javasolt út, egy harmadik út, ami kompromisszum. Éljünk jól, és ne tegyük tönkre a környezetet. Ezt megtehetjük ilyen és ilyen találmányoknak a segítségével. Az ember ma már technikai civilizációban lakik, él, és azt szeretnénk, hogy ne csak egy szűk rétegnek legyen jólét, hanem a szegény országokban is legyen egyfajta jólét, de egy olyan jólét, ami nem azon alapszik, hogy na most éppen kiraboljuk a környezetünket, megeszünk minden állatot, kivágunk minden fát. Létezik olyan technika, technológia, ami mellett békében lehetünk a természettel. Pontosan a természet találmányait kell megnézni, azokat kell leutánozni. Azokat érdemes. Ha mondhatnék egy nagyon-nagyon bizarr, de érdekes találmányt, amiről nem is gondolkozunk. Hát hogyan repülnek például a legyek, a legközönségesebb légy? Csináltunk olyan a kísérletet, hogy legyeket összefogdostuk, bezártuk őket egy üvegedénybe, leszívtuk róluk a levegőt, csak icipici oxigént hagytunk benne, tényleg nagyon-nagyon keveset, és a legyek akkor is tudtak repülni. Szinte nem volt levegő. Hát hogy repülnek a legyek? Ugye azt tudjuk, hogy a legyek nem csak hátulról előre tudnak repülni, mint a repülőgép, ha megijesztik őket, akár hátra is tud, vagy oldalra, vagy a plafonon is meg tud tapadni, és bármilyen irányba azonnal nagy sebességgel el tud indulni. Ha levágjuk a légynek a szárnyát, akkor is tud nagyokat ugrani, ha levágjuk az összes lábát és a szárnyát, még akkor is nagyot tud ugrani, métereseket, érthetetlen. Ha viszont egy pici, olyan 1-2 milliméteres kis szárny csonkot egy finom csipesszel levágunk a légyről, akkor hiába van szárnya meg lába, többé nem tud repülni. Azzal az icipici kis szervecskével repül, ez az a billér. Soha nem értették a biológusok, hogy minek kell az a légynek. Nos, abban van a nagy titok, és a természet tel is tele van ilyen felhasználásra váró titokkal.
Itt mi ebben a készülékben a tornádó titkát loptuk el, vagy vettük kölcsön a természetből, de a légy billérjének a titka, amit más rovaroknál is megtalálunk, még mindig hasznosításra vár. Rengeteg ilyen hasznosításra váró titok van a, például a rovarvilágban. Mindenki szó szerint dollárban milliómos lehetne, ha a természettől ezeket a kisebb-nagyobb titkokat összegyűjtenénk, és kezdenénk használni a mi hétköznapi technikánkban. Azt gondolom, hogy azért nem csinálják, mert annyira ravaszok ezek a találmányok, hogy az emberek nagy többsége nem is tud azon, el se hiszi, hogy mennyire ügyes, ravasz a dolgok, egyszerűen csak leütik a legyet, ahelyett, hogy csodálattal néznék, ez az egyik. A másik pedig hát a vested interest, tehát ezek a bebetonozott érdekek. Másrészt, hát hogy működik ma a tudomány, mint intézmény? Ugye vannak skatuják, és ezek között nincs átjárás, és ez egy óriási probléma. Egy légy nem kér engedélyt arra, hogy ő most fejlett kibernetikát, fejlett mikrobiológiát és fejlett aerodinamikát használjon, mindent egybe kapunk. De nálunk, aki a kutatói társadalomban, aki aerodinamikai cikkeket szokott olvasni, az nem ismeri az anyagtechnológiát, tehát nem tudja például, hogy a légy szárny mozgató szervezetében van egy, például egy rezilin nevű anyag, ami a legrugalmasabb anyag az egész világon. Ha rezilinből készítenénk egy labdát, és azt leejtenénk egy acéllapra, az még lehet, hogy egy óra múlva is ott pattogna, az egy annyira rugalmas anyag, annyira piciny a veszteség. Tehát ez már anyagtechnológia. Fogalmunk sincs, hogy ezt az anyagot hogy lehetne mesterségesen előállítani, de milyen jó lenne ilyen rezilinből autóköpenyeket gyártani, az azonnal 20-25%-kal csökkentené például az autóknak az üzemanyag fogyasztását, hiszen nem, mint a mai gumiknál, a deformáció és energiavesztességek miatt nem kopna annyira a gumi, nem lenne annyira hangos a jármű, tehát rengeteget lehetne tanulni a természetből, a bogaraktól, egy fűszától, akármitől. A tudomány szó érdekes módon három teljesen különálló dolgot takar. Van a tudomány, mint intézmény, a tudomány, mint módszer, és a tudomány, mint az összegyűjtött tudás, információnak a tárháza. Ugye, azon nem vitatkozunk, hogy mit nevezzünk a tudomány intézményeinek, vannak ezek az akadémiák. De azon már lehet vitatkozni, hogy a tudomány intézményei alkalmasak-e Isten igazából az új eredményeknek az előállítására? Szerintem nem. A tudomány, mint módszer, az közmegegyezésen alapul szerintem, az elfogadott és az eretnek és a hagyományos kutatók és ugyanazokat a metodológiát használják. Az óriási viták ott vannak, hogy mi számít elfogadható eredményeknek. Tehát az én számomra például a telepátia egy létező természeti jelenség, tehát a telepátia kísérletek jogosan foglalnak helyet a tudomány közös, mondjuk információ kincsébe vagy bányájába. Mások, akik ezzel nem foglalkoztak, de nem értik, és nekik nagyon hihetetlennek tűnik, azok számára ez elfogadhatatlan, mert nekik érthetetlen az,
hogy egymástól több ezer kilométerre levő emberek hogy tudnak agyilag kommunikálni, pedig mióta a mobiltelefon létezik, mindenki megtapasztalhatja, hogy na, én most gondolok valakire, és megcsörren a zsebembe a telefon, és az az ember, akire gondoltam, az éppen telefonál nekem. Tehát a telepátiának segít az új technika. Viszont vannak olyan eredmények, milliószámra gyártjuk az eredményeket, amelyek érdekesek, rangos folyóiratokban publikálják, mégis a sok-sok részletet nem rakja össze senki egészbe. Sok-sok ismert részletből össze lehet rakni egészen érdekes szerkezeteket. Ez az elektrontornádó is teljesen ismert részleteknek újszerű összerakása, kombinációja, ami minőségileg új dolgokat ad. Tehát szerintem az az igazi tudós, aki ismert alapdolgokból újszerű dolgokat, hasznos dolgokat tud összerakni. Aki mindig csak ugyanazokat a dolgokat ugyanúgy használja, én azokat nem tartom sikeres és előre mutató kutatóknak. Pont az az egész kutatásnak a lényege, hogy újszerűen, szokatlanul tegyünk össze dolgokat. Nekem ugyanolyan releváció volt, amikor először ettem kínai étterembe édes savanyút a magyar konyhában, sosem teszik az édeset meg a savanyút egymás mellé, és így együtt, ugyan szokatlan, de nagyon finom volt. Tehát azt tudom mondani, ahogy különböző kontinenseken az ízeket egészen szokatlanul tudják kombinálni, a jó kutató, a jó szakács az, aki szokatlanul, de mégis emészthető, használható dolgot rak össze. Hát én nagyon sokszor egyedül éreztem magam, egyszerűen azért, mert azt szokták mondani, hogy a hegy csúcsára nem tömegek szoktak eljutni, hanem egy-két magányos ember vergődi fel magát a csúcsra, és minden hegymászót, hogyha megkérdezel, ugyanezt mondja, hogy a hegy tetején mindenki nagyon fázik, nagyon egyedül van, nagyon magányos. De nekem nem ez a célom, és mindig próbáltam legalábbis könyveket írni, és megosztani az általam összeszedett ismereteket, pont azért, hogy megmozgassam az embereknek a fantáziáját. Egy-két ilyen pici szamizdat van, ami egybegyűjt egy-egy réteget, például akik a parajelenségekkel foglalkoznak, vagy akik a hidegfúzióval foglalkoznak, azoknak van egy-egy kis folyóiratuk, de én azt gondolom, hogy az internet tett az utóbbi időkben a legtöbbet azért, hogy ezek a magányos emberek egyáltalán rátaláljanak a többi hasonló gondolkodásúra, és az internet úgy gondolom, hogy nem csak mennyiségi, hanem minőségi újdonságot is teremthet, amellett persze, hogy rengeteg szemét kerül be. Itt a lényeg, hogy valaki megtanuljon a sok-sok szemét között kotorászni, mert aranyrögök vannak ebből a nagy szemét halmazba. A könyveim magyarul jelentek meg, éppen ezért nagyon sokszor kapok levelet interneten keresztül emberektől, akik ezt elolvassák, kérdéseket tesznek föl, és maguk is elkezdenek az általam fölvetett témákkal foglalkozni. Ha a könyveim angolul jelentek volna meg, akkor még több emberrel, hasonszőrű, hasonló gondolkodású emberrel találkoznánk. Tehát egész biztos, hogy ahogy a könyvnyomtatás nagyon fontos volt, és annak idején a kulturális forradalmat okozott a Európában, ugyanúgy az internet 10-15 éven belül minőségileg fogja átalakítani a kommunikációt, de természetesen az ízlésnek meg az észszerű gondolkodásnak itt is működnie kell.
Tehát az ma már látszik, hogy nem a csúcson vagyunk, azon már túl vagyunk. A lehetőségeket nem ragadtuk meg, ezért süllyed a világ, és a jelenlegi technikával ez a süllyedés szükségszerű és megállíthatatlan. Ugye az olaj kifogyóban van, de helyére például beléphetne természetesen az alkohol, mint üzemanyag, de még csak nem is ez az első generációs, hanem másodgenerációs üzemanyagok, ahol például a biomasszát, a füvet, fatörmeléket föl lehetne használni. Tehát ez a lehető legegyszerűbb. Viszont én azt tartanám ideálisnak, ha teljesen másfajta energiatechnológiára állnánk rá, abban az esetben a valódi lehetőségünk van arra, hogy elkerüljük az összeomlást. Az egész biztos, hogy ma már még 3-4-5 évnyi süllyedés vár ránk. Én azt gondolom, hogy 2012 az egy ilyen minőségi fordulópont lesz ilyen szempontból, mert akkorra a zuhanás már olyan mértékű, és most elkerülhetetlen lesz, ami az eddig teljesen szkeptikus embereket is gondolkodásra kényszeríti. Mi lesz itt egyszerre? Hát részben a klímának ez a drasztikus és drámai állandó instabilitása, ez nagyon fog látszani. Gyors árvizek, nagy szárazságok, hideg rekord után meleg rekord, tehát ez a szkeptikus, a klímaszkeptikusokat a hétköznapok gyakorlata el fogja gondolkoztatni föltétlenül. Már benne vagyunk, már Magyarországon ebben az évben ez nagyon látszik, és én szóltam előre, 1998-ban írtam ezt meg, és a Borotvai Élen című könyvemben, ami 2000-ben jelent meg, abban világosan leírtam, hogy a gazdasági összeomlás is jön, 2005-ben fölmegy az olajára, és utána jön a gazdasági összeomlás. És 2012-re több dolog fog egyszerre időbe egybeérni, részben ez a klímaösszeomlás, részben a peak oil, tehát ez itt lesz, ha elegendő alkohol tudunk termelni, akkor kevésbé lesz ez érzékeny, de mindenképpen itt lesz. Már ma túl vagyunk egyébként a termelési csúcson. Ha az összes olajkút teljes kapacitással kinyílna, már az se lenne elég. De szerencsére 4-5%-nyi alkohol már minden üzemanyagban ott van, és a brazilok azok pedig most már jó részt alkohollal közlekednek. Ez lesz a következő krízispont, és aztán a gazdasági dolgok. 50 évenként van ez az úgynevezett Kondratyev ciklus, utoljára 1968 környékén volt, egész Európa és az Egyesült Államok lázadt, egészen más társadalom lett 1968 után, mint előtte, és mindez szinte előzetes jel nélkül néhány hónap alatt zajlott le, és 2012 megint egy ilyen 50 éves ciklus, de erre esik a minden 11 éven belül a látható napfolt tevékenységi maximum idején előforduló kisebb helyi változás, de 2012-ben két ilyen ciklus esik majd egybe, részben a klímaváltozás, és rengeteg adósságot kell majd kifizetni, váltók, amik lejárnak az Egyesült Államokban, a Treasury-nél, és sok-sok adós országnál, tehát egy minőségileg új fejezet fog kezdődni az emberiségnél. Nem kerülhetjük el a megrázkódtatást, de a minőségi változásban benne van az a lehetőség, hogy sokkal jobban kerülünk ki eddig az eddigiekből,
És ilyen válság előttünk nagyon sokszor lezajlott, háborúk nélkül is, de mindig új találmánycsaládok nagyon-nagyon sokat lendítettek az embereken. Ember szegények millióit húzták ki a nyomorból, gondoljunk csak el arra, hogy 100 évvel ezelőtt milyen volt az életünk, és most. És ugyanez a tendencia most ugyan megtorpant, most nagyon megrodjant, de a lehetőség még mindig itt van. A természet ezüst tálcán kínálja nekünk a jó megoldások sorát. Én speciál azért vagyok optimista, mert a sok-sok kudarc és vereség ellenére azt látom, hogy fantasztikus jó lehetőségek vannak előttünk, és a történelemből visszanézve az összes találmány, de az összes új faj jelentéktelen dologként kezdődött, amivel senki nem törődött. Hát ugye annak idején például a félvezető kutatás az 1880-as években teljesen marginális dolog volt. Ez senki nem tartotta komoly dolognak. A 30-as években készen volt 6 tranzisztor szabadalom. Senki nem törődött vele. Azt gondolták, hogy a tranzisztor egy hülyeség, mert a vákum erősítő cső uralta a piacot, és az emberek el voltak ájulva a rádiótól és a hangos filmtől, pedig tranzisztoros rádiójuk lehetett volna a déd nagymamáinknak 1925-ben már. Arról senki nem gondolkozott, hogy a tranzisztorból aztán meg számítógépet lehet készíteni, vagy videókamerát. Az teljesen álomnak tűnt. Ugyanilyen lehetőségek sorát látom most, tehát bennem azt tartja a lelkek, hogy ugyanezek a szíd, ugyanezek a magvacskák itt vannak, és láthatjuk őket, mint ezek itt, és az emberiségnek mindig volt egy kicsi, de értelmes vezetőcsapata, avantgardja, akik figyeltek erre. A többiek meg el vannak a hétköznapi életükben, nézik a foci meccset, és kimennek horgászni, meg sörözni. De mindig van egy kis csapat, aki gondolkozik és bízik egy szebb, jobb jövőben. Én is ezek közé tartozom, született optimista a sok-sok vereség ellenére.